A többszörös bajnokok ligája győztes bajnoki címvédő szegediek ellen az esélytelenek nyugalmával léptek dobóállásba a nyíregyházi tekézők, akik számára a 8-0-ás vereség elkerülése volt a cél. A hazaiak ki is hozták a mérkőzésből a maximumot, úgy, hogy a becsületpont megszerzése mellett néhány apró részsikernek is örülhettek fintáik. Rögtön az első sorban a Szlovenszki Tibor ellenfele 654 fával az Ernyesi Róbert egy új pályacsúcsot ütött, míg mellette a Karsai László, aki szintén világbajnok, többszörös világbajnok. Négy fára közelítette meg a korábbi pályacsúcsot, úgyhogy már ekkor látszódott, hogy valami van a levegőben ezzel a szegedi csapattal, és igencsak komolyan veszik ezt a találkozót. Hát már mondom is, hogy az első párban hiába játszottunk egészen jól önmagunkhoz képest, mégis 170 fás hátrányba kerültünk. Azonban a középső sorban szerencsénkre egy világbajnokuk nem tudott eljönni, a Szélyatibóra gondolok, és a helyette játszó játékos ellen Ráski Jancsi csupán négy fával, de kellemes meglepetésre hozta számunkra a csapatpontot, ami már rögtön a második párosnál a becsületpontunkat jelentette. Már ekkor tudtuk, hogy maximális elvárásainknak megfelel a csapat, azonban még a végjátékra voltak izgalmak. No nem fa lefaragásban, hanem egyes párharcokban, ugyanis a Hakker Dezsőnek csupán 14 fán múlott az, hogy a korábbi országos bajnokkal szemben pontot raboljon, míg nekem a 7-szeres világbajnokkal szemben 2 szetpontot sikerült megnyerni. A Szuperligában 6 fordulót követően a 100%-os Szeged áll a tabella élén, megelőzve a szintén hibátlan Répcelakot. A 9. helyen álló 2 pontos Nyíregyháza szombaton a szintén 2 pontos mögötte álló Pét otthonában vendégszerepel.